Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Jó idő, jó hangulat, gazdag program kínálat. Ezek jellemezték az idei Sáskai falunapot. Számos csapat indult a hagyományos főzőversenyen, sok családhoz érkeztek rokonok, és a faluból elszármazottak is hazalátogatnak ez alkalomból. Elismerések átadására is sor került, jutalmazták azokat, akik sokat tettek a község virágosításáért. Riportjainkból az is kiderül, hogy a sáskaiak igazi összetartó közösséget alkotnak. Igazi vidéki idill fogadta a látogatókat, már ezzel is jelezvén a gondos előkészületeket és legfőképpen a szíves látást. Felsorolni is nehéz lenne, mennyi mindennel készültek a szervezésben élenjárók, igazán kitett magáért ez a mindössze 300 fős kiszsákfalu. Milyen szempontok alapján állították össze a mai napnak a programját? Hát elsődleges szempont, hogy családoknak szóljon, tehát az idős korosztályt is megszólítsa, a fiatalokat is, családokat, tehát ha jön a nagymama, az hozza az unokát, ha családok jönnek, azok hozzák a gyermekeket is. Tehát a gyermekeknek játszóházat szerveztünk, csillámtetoválást, főzőversenyt a családoknak, épp most szól az operett, a kisoperett műsor, az idősebbeket pedig ezzel vártuk. Hogyan lehet megújulni, hogyan lehet évről évre újabb dolgokat kitalálni? Hát ez egy nagyon fogas kérdés. A testülettel mindig összeülünk és ötletelünk. Nem egyszerű, mert nyilvánvaló van egy keret, amit fel tudunk használni, tehát azt nem lehet túllépni, nem lehet egymással licitálni, mindenében nem lehet újat nyújtani, de igyekszünk mindig új fellépőket hívni, vagy akik nagyon jók, azokat meg szoktuk hívni újból, és annak nagyon örülnek a vendégek. És mit jelent a falunap az itt élőknek? Utána még beszédtéma? Tehát ez egy olyan esemény, amelyet szívesen emlegetnek? Igen, általában elmondják a véleményüket. Tehát a jó vélemény az mindig jól esik az embernek, de az építő kritikát is nagyon-nagyon szeretnénk mindig meghallani, és azt is elmondják. A gyermekek hamar birtokba vették azt a területet, ahol számos népi jellegű szórakoznivaló várta őket. Vidáman töltötték az időt. Melyik játék tetszett neked a legjobban? A hinta. És miért? Mert mindig abban hintázok. És kivel vagy most itt ezen a programon? Kivel jöttél? Az apuval. Nos, akkor halljuk az apukát is. Mi a vélemény a falunappal kapcsolatosan? Mennyire van szükség erre az itt élő közösség szempontjából? Nagyon szükségük van rá igazándiból, mert összehozza az embereket, meg a fiatalok minden igazándiból. Mit tetszik önöknek a legjobban a délután folyamán? Itt ezek a játszóterek igazándiból a kisgyerekekkel, mi nekünk főleg. De ezek a motorok is szépek, meg úgy az egész, minden jó. Összességében el lehet itt tölteni néhány órát? Igen, el lehet. És míg a kicsiket a játszótér hozza lázba, a felnőttek már estére készülnek. Mennyire van szükség időről időre, egy ilyen napra, mint ez a mai? Hát ez mindenféleképpen kell ilyenkor nyáron kikapcsolódni. Kikapcsolódni a munkából, egy kicsit szórakozni, ez azért így jó. Mennyire összetartó a közösség itt Sáskán? Nagyon, nagyon összetartó, hál' Istennek. Úgyhogy megvannak a baráti társaságok, úgyhogy összetartó egy csapat. Azt vettem észre, így mióta kint lakunk. Úgyhogy... Melyik az a program, amelyik különösen izgalmas volt a mai napon, vagy lesz? Az esti bál. A fesztiválozók között találkozunk a díszes ruhába öltözött pásztorokkal, akik a régi idők hangulatát idézik. Konkó József itt él a faluban, 1979 óta juhászkodással keresi a kenyerét. Ezt az öltözéket csak az ilyen nagy ünnepeken viseli, mint a mai is. A Bársony az egy bakonyi, régi, hagyományos pásztor öltözék. Hát igaz, a gombom ez csikós gomb, de fényes gombos ruha. Ez egy bakonyi szűr,
de ma vannak rajta kicsik ilyen hímzések, ezt most már csak ünnepen hordjuk. És hát elég nagy hagyományos pásztor gyűjteményem van, 300 csengőm van, meg olyan 80-100 darab botom, meg vagy 100-150 kolompom. Tehát nagy becsben tartja a juhász élethez tartozó eszközöket, tárgyakat, csak úgy, mint a programokon való részvételt. A célja a mai pásztoroknak megmutatni még ezt a hagyományt addig, míg élnek. Fontos az, hogy meghívtak a falunapra, hogy hozzuk össze ezt a pásztortalálkozót, és máshova is megyünk ilyen pásztortalálkozóra, ahova meghívnak bennünket, akkor beöltözünk, és akkor összejövünk a régi öreg pásztorokkal. Akkor ön már régóta él Sáskán? 40 éve. Milyen hagyománya van a pásztorkodásnak? Az ön ősei is pásztorkodtak? Apám igen. Apám 13 éves kora óta juhász volt. Hát volt kocsis is, tehenünk is volt, de leginkább a birka mellett volt. Na és a mostani gyerekek? Hát arról, hogy nem mondjak semmit. Nem biztos, hogy ezt akarják. Nem biztos. A falunap természetesen nem lenne kerek a főzőverseny nélkül, s bár az ételekből keveset tudunk mutatni, mert jó részt már elfogyott, a csapatok táborhelyénél a hangulat még nagyon vidám. Mi a mai nap egy alföldi ételt csináltunk, dödöllét sütöttünk tárcsában, kecskesajtal töltött húsgombóccal készítettük. És hogy honnan jött ez az ötlet? Hát nem tudom, valami különlegeset akartunk csinálni. Tavaly lecsót főztünk, mert azt nem csinál senki. Az idén is valami különlegeset, hogy a pörköltet mindenki főz, valami, és ezért lett a dödölle. Ez egy ilyen hagyományos magyar étel. És kik a csapattagjai, barátok? Hát igazából mi munkatársak vagyunk, a válogatott fakvacok csapata, mindegyünk asztalos, és így jött egy ilyen csapat, több ilyen rendezvényen vettünk részt, mindenféle más helyszíneken tócsit sütünk, kolbász sütőversenyeken, ilyeneket. És ez egy ilyen összeszokott régi csapat. Szóval én Sásken születtem, és nekem tradíció, hogy itt legyek a falunapon, mindig részt vettem a falu életében, és ezért nagyon fontos, hogy itt legyek, és valamivel készüljek mindig. Általában nagy munkamegosztás jellemző a főzőcsapatoknál, mint ahogy ezt részletesen bemutatja az egyik jókedvű társaság főszakácsa. Az első emberrel felszerettem a hagymát. Az nagyon ment neki. A feleségem az már tegnap felszerette a húst. Tehát az, hogy én nekem csak ide kell hoznom. Az én szervezésemben még az belekerült, hogy itt összehozom a csapatot, aki a paradicsomot, a paprikát, beletegye a helyére. Úgyhogy igazándiból én nekem csak annyi volt a dolgom, hogy ezt a csapatot összehozzam. Én nem értek a főzéshez. Önök sáskaiak itt élnek? Igen, sáskaiak, igen. Fontos, hogy itt legyenek a falunapi programok? Természetesen, ezt mindig. Mindig szeretjük ezt a falunapot. Nagyon szeretjük itt lenni. Hozom ki a kis csapatomat. Ő az egész csapatom, aki itt van kint. Kis barát öröm, ők főznek. Igen, nagyon fontosnak tartjuk, hogy itt legyünk, igen. A hangulat még csak fokozódott estéhez közeledve, a színpadon éppen közkedvelt operett műsort láthattak a műfaj kedvelői. Az asztalon jó nagyot kocogok, és száz icébe jó bort hozatok. De mivel nehezek a borok, Come on!
az év folyamán ez az egy olyan nagy rendezvényünk, amit szabadban meg tudunk tartani, rendezni, meg ugye gyerekprogramokkal együtt a felnőtteket is tudjuk szórakoztatni, és igazából ez a legnagyobb olyan rendezvény, ami az elszármazott lakosokat is vissza tudja csalogatni, és itt a diák barátságból induló osztálytársak, haverok, azok a tini buborék évekből, ugye ezek fennmaradt barátságok, ilyenkor a főzőkkel együtt ugye visszatérnek ide a faluba, úgyhogy megmondom őszintén, hogy ilyen 50-50%-ban van jelen a lakosság, meg ugye a vendégség, úgyhogy szerintem ez az egy ilyen nyári, főleg, hogyha az időjárás kedvez, akkor a legszínvonalasabb műsorunk vagy falunapi rendezvényünk. Nagyon sok rendezvény van most ezen a hétvégén is. Jelent-e ez valamiféle konkurenciát, vagy itt megvan a törzs közönség? Hát megmondom őszintén, mi a világ közepén élünk. Nagyon jó visszhangja van a Sáskei falunapnak, meg akár a délutáni gyerekprogramoknak, meg az esti szabadtéri bálnak. Mindig jótékonysági bált szoktunk rendezni, csak az idei évben ugye mindenkinek kiméljük a pénztárcáját, és ezért úgy gondoltunk, hogy az önkormányzat ezt is finanszírozza, és akkor ingyen szabadtéri bál lesz. Jótékonykodni most nem gyűjtünk semmi olyanra, hanem mindenki érezze csak jól magát igazából. Milyen forrásból tudják finanszírozni a falunapi rendezvény? Hát az önkormányzati önerőből támogatásokat, ilyen pályázatokat nem adtunk be az idei évre. Az ilyen mellék programok, amik egész évben mennek, ilyen kisebb kézműves foglalkozások, azok pályázati anyagból, meg a kulturális összegekből valósulnak meg, de erre ugye a testület, ami x 1000 forintot félre rakott, és akkor a költségvetésbe ugye ebből finanszírozzuk. Részt vett a falunapon Navracsis Tibor országgyűlési képviselő is, aki köszöntőjében azt hangsúlyozta, aki Sáskára érkezik, garantáltan jól érzi magát. Itt lakik, itt él, vagy akár csak nyaralója is van, az biztos, hogy szándékosan választotta ezt a települést. És hogy mennyire kedves és jó település, ezt jól mutatja ez a mai falunap is, ahol sokan vannak jó műsorral, jó szórakozással és jó étellel telik az idő vélhetően. Azt kívánom önöknek, hogy érezzék jól magukat a mai este folyamán is, és az év többi napján is őrizzék meg az egészségüket és a boldogságukat. Mint ahogy látják, a köszöntő után valósággal díjeső volt, sokan részesültek elismerésben. Egy nagyon szép kis kezdeményezést kezdtünk el már évekkel ezelőtt, a Virágos Sáskáért kitüntetéseket hirdettünk meg, aki igazából valamilyen úton, módon vagy valamilyen kis aprósággal hozzá tudott járulni a közterületeknek a gondozására, szépítésére. Azokat a lakosokat szeretnénk egy kis aprósággal, egy oklevéllel mégis színpadon megemlíteni, és akkor igazából a sáskai lakosság szemében is egy kicsit kiemelni. És hála Isten, azt tudom mondani, hogy 10-11 emberrel kezdtük, most elég nagy lett a testület döntése alapján, kibővítettük ezt a névsort, lakosság az egyre-egyre bővebb lesz, és akkor egyre szebben örökbe fogadnak egy köztéri szobrot, vagy egy régi keresztet, és akkor felújítják, gondozzák, virágosítják, ez Sáska virágosításáról szól. És az egész nap Sáskáról szólt, a Sáskán élőkről, az ide visszajárókról. Valahogy mindenki talál itt valamit, ami vonzza, ami örömet nyújt, és aztán nem is engedi el. Az idei falunap is hozzájárult ahhoz, hogy a kisközség lakói ezt megérezzék, és aztán ne is felejtsék, tartson ki legalább jövő ilyenkorig.